első alkalommal rendezünk a Győri Emberek az Állatokért Alapítvány, az Állatok Világnapja Fesztivál, de hogy mögöttem is látszik, hogy milyen sok érdeklődővel és milyen sok szimpatizánsnak sikerült rábírnunk arra, hogy meglátogass ezt a rendezvényt, valószínű is esetleg, hogy nem utoljára. Korábban Állatok Karácsony rendezvényeket szerveztünk, illetve azt folyamatosan szervezünk is, és ott is egyébként a zord idő ellenére mindig sokan szoktak jönni. Hát itt most az időjárás az mindenképpen elmondható, hogy kegyes volt hozzánk. Ezzel a október 4-i Állatok Világnapjára szeretnénk felhívni a figyelmet, ami tulajdonképpen egyrészt a gazdáktól, másrészt a gazdás állatokra is, illetve hát természetesen azokra az állatokra is, akik itt nem kerülnek bemutatásra vagy felvonulásra, tehát ilyenkor emlékezünk vagy gondolunk a haszonállatokra, a kísérleti állatokra és minden állatra, ami a világon él, és akiknek a életfeltételének a biztosítása tulajdonképpen az embernek a feladata. Itt természetesen elsősorban állatos programokkal készültünk, igyekeztük bevonni az állatbarátokat a rendezvénybe, mindenki nevezhette a kutyáját és cicáját, különösen fókuszáltunk arra, hogy nem csak a fajta tiszta kutyák és cicák, természetesen ők sincsenek kizárva, hanem az összes kutya és cica nevezhetett, illetve a cicák közül most már számosan díjjal is tudtak hazatérni. Elsősorban az állatok küllemét, gondozottságát vizsgáljuk, az állatok élettörténetét. Természetesen örülünk neki, hogyha mentett, befogadott állatokról van szó. Ugyanúgy örülünk neki, hogyha valaki úgy vásárolta az állatát, de szépen gondoskodik róla, gondoskodik a tartási körülményeire, az ivartanításáról, orvosi ellátásáról. Tehát ilyen módon megpróbáltuk, és úgy látszik, hogy sikerrel bekapcsolni az állatbarátokat ebbe az egész rendezvénybe és programba. Ezen kívül bemutatkozik az osztrák állatvédő szervezet, a Hope for Dogs, aki nagyon sok segítséget nyújt nekünk, és a fő támogatók a külföldi szervezetek közül. Sokan érdeklődnek a standjukon, hiszen nagyon sokan kérdezik tőlünk, hogy miért és hogyan kerülnek külföldre az állatok, itt választ kaphatnak erre. Ugyancsak az Angyal Egylet nevű szervezetünk, ami egy új mozgalom, és az angyalegylet.hu-n külön honlapra is rendelkezik. Itt van állatorvos és számos szakember a tanácsot, illetve még ami érdekesség, hogy bemutatkozik az állatvédőrség is, ami egy nagyon fontos, most a rendőrséggel szerződésben igyekszünk az állatvédelmek, az állatok védelmére szolgáló törvénynek a gyakorlatban is érvényt szerezni, tehát folyik egy ilyen komoly szakmai munka, ezzel kapcsolatos tudnivalókat a szakképzettséggel rendelkező önkénteseink, kollégáink tudnak tájékoztatást adni ezekről.